Halihol, sziasztok, kedves követőim! Üdvözöllek titeket újra itt Illico Beauty csatornáján, és hát akkor most jöjjön a második rész, jöjjenek a kérdések és a válaszok. Fogadjátok szeretettel! Hát most egy elég átfogó kérdés jön, és igazából nem azért, mert nem akarok most erről olyan sokat beszélni, mert erről nem lehet keveset, úgyhogy én ezt valahogy megpróbálom lezavarni valami köztes válaszokkal, mert ugyanis az a kérdés, hogy beszéljek a korábbi, ugye az énekesi karrieremről, hát erre csak azt tudom mondani, hogy írjátok be a nevemet a Google-ba, és Cserna Ildikó, rengeteg információ fog kijönni, a Wikipédián is, gyakorlatilag szinte minden földrészen voltam, én áténekeltem egész Európát, Amerikát, Afrikát, Ázsiát, Ausztrália az egyetlen, ahol nem voltam, rengeteget turnéztam, rengeteget énekeltem a legnagyobb főszerepeket, és nem csak operákat, hanem gospel turnén is voltam, jazzesekkel is énekeltem, tulajdonképpen még 3 évvel ezelőtt is volt egy nagyon nagy nápolyi turné, jazzesekkel, ez egy ilyen crossover koncert volt, kipróbálhattam magamat más műfajokban is, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg nagyon nagy karrier van mögöttem, és pontosan ezért tudom ezt a tanításban szerintem ilyen magas szinten hozni, hogy mindent, amit megtapasztaltam, azt át tudok nekik adni, minden darabban benne vagyok egy kicsit én is, amit tanítok nekik, minden nehézséget átéltem, azt át tudom nekik adni, hogy ő nekik már ne legyen nehéz, tudok kis fortélyokat, kis trükköket, kis kulcsokat adni ezekhez a kis ajtókhoz. Nyilván nagyon sok embert ismerek, engem nagyon sokan ismernek, nagyon jó kapcsolataim vannak, úgyhogy így a növendékeimnek mindig tudok segíteni, az előre menetelőkben is, és ugyanígy nekem is az annak idején segítettek a tanáraim, amiért én örök életre hálás vagyok. Nem jönne jól ki, hogyha én most itt nagyon elkezdeném magamat fényezni, és nem is szándékom, úgyhogy nagyon sokat énekeltem nagyon-nagyon nagy helyeken, nagyon nagy sztárokkal, nagyon híres karmesterekkel, és én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy most nyugodtabb az életem, mert az az időszak azért nagyon zaklatott volt, bőröntből ki, bőröntbe be, és volt, hogy 3,5 hétig voltam Amerikába egyfolytában, szóval én most nagyon jól érzem magamat. Most is vannak előadások, most is vannak fellépések, de nem olyan számba, és nem olyan intenzitással, mint mondjuk 5, 6, 7, 8, 10, 15 évvel ezelőtt, vagy amikor a karrierem berobbant, én versenyeken szerepeltem, úgyhogy én nekem igazából az indította el, főleg a pályámat, elég sok kitüntetést is kaptam, úgyhogy ez honorálva is lett. Hát így tömören ennyi. Úgyhogy most szerintem rátérhetünk a szemsminkre. Én most ezt a nagyon szép palettát választottam a Root Cosmetics-től. A CeraVe palettát, mert ugyanis ebben annyi féle szín van, hogy vav. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ehhez a kis rózsaszínes korallos felsőhöz fogok sminkelni. Közben mondom a következő kérdést, ami úgy hangzik, hogy számomra milyen az ideális férfi. Erre egy nevet tudom mondani, a Feri. Most mindentől függetlenül szerintem én nálam már azért nem az van, hogy most hogy nézzen ki valaki. Persze kisebb koromban, vagy ilyen kislánykoromban, vagy fiatalkoromban, nekem is a szőke kékszemű férfiak, vagy fiúk tetszettek. Egyébként a mai napig, de a Feri egyáltalán se nem kékszemű, se nem szőke. Nem a külső a lényeg. Persze nagyon jól néz ki egy csinos férfi, aki izmos, akinek nincsen hasa, akinek mit tudom én, milyen sportos testalkata van, aki 188 magas. És akkor mi van? És közben meg lehet olyan jelleme, ami taszító, nem odaadó, nem családcentrikus, nem megbízható, úgyhogy
nekem ott kezdődik az igazi férfi, hogy megbízható legyen, hogy lehessen rá számítani, hogy ne mászkáljon el, hogy ne csaljon meg, hogy szeressen, és azért nézzen ki jól. Ennyi. Következő kérdés, hogy nekem mi ad erőt, hogy a nehézségek leküzdésében. Hát azért elég sok mélypont volt már az életemben, elég sok szempontból. Egyszerűen bennem olyan szintű élni akadás van, és olyan szinten vagyok erős, úgy gondolom, hogy olyan még soha nem volt, hogy én így összeomlok. Tehát szóval az nem lehet. Vagy mielőtt összeomlottam volna, mondjuk kapok egy olyan betegséget, mondjuk eltöröm a karomat, vagy egyszer elment a látásom, nem tudom, ami arra kényszerít, hogy most egy kicsit álljak le, de bennem mindig van egy ilyen, akkor is fölállok, és amikor elgáncsolnak 80-szor, utána is fölállok, és egyszer nem hagyom magamat. Tehát én egy ilyen elpusztíthatatlannak érzem magamat, aki mindig föl kell a földről, mindig talpra áll, és ez hajt. Tehát ez egy olyan belső erőm, és azt gondolom, hogy amikor például tanítok, akkor is, tehát nincs olyan, hogy jaj, tanárnő, ezt én most nem tudom megcsinálni, jaj, ez nem megy. Nem, menni fog, mert tudom, hogy menni fog, bízzál magadba. Érzitek most ezt, amiben nem van? Ezt tudom nekik is átadni, és én saját magamat is ebben hergelem nagyon sokszor, úgyhogy lehet, hogy én egy ilyen örök példakép vagyok, nagyon sokan már mondták, hogy én tényleg egy igazi példakép vagyok. Soha nem, tehát én nem vagyok az a típus, hogy jaj, borzalmas, nem megy, jaj, nem bírom. Nem, bírom, csináljuk, megcsináljuk, átmegyünk minden szaron, és lesz világosság. És én nem is bírok olyan emberekkel igazából együtt lenni, nem tudom a környezetemben azokat az embereket elviselni, akik ilyen negatívak. Én engem az lehúz, én azt nem bírom elviselni, úgyhogy próbálom kerülni ezeknek az embereknek a társaságát, és olyanokkal barátkozni, és olyanokkal körülvenni magamat, akik pozitív hatással vannak rám is, akiket én is inspirálok, és akik ugyanígy ilyenek, mint én. Ez az életöröm bennük van, és nem egy ilyen pesszimisták. Hát az nem én vagyok. Most volt egy-két kérdés átvedés, úgyhogy azokat szerintem megválaszoltam az előző kérdésekben is. Úgyhogy most jöjjön az a kérdés, hogy kiskorom óta opera énekesnő szerettem volna lenni. Nem, én pop énekesnő akartam lenni, ugyanis egyfolytában ilyen pop dalokat énekeltem. Leges-leges legkisebb koromban Abba és Bonnie M fan voltam, de ez komolyan. Utána pedig a Katona Klári, illetve a Cserháti, tehát ezeket ilyen óvodába, nem hiszitek el, tehát én ezeket énekeltem óvodába. Imádtam ezeket a számokat, és nagyon hamar ugye zenei gimnáziumban, tehát zenei általánosba jártam, zenei általános, zenei gimnázium, konzervatórium, zeneakadémia, tehát teljesen egyértelmű volt ez a zenei pálya, és az elmondások alapján előbb énekeltem, mint beszéltem, úgyhogy az óvónők mondták az anyukámnak, hogy a kicsi Ildike már énekel, de még nem beszél. Egy nagyon érdekes kérdés, Nye Oleári szempspirál, hogy ismerem-e Tarja Turunen operaénekes, illetve operapop énekes nőt, vagy illetve ismerem-e személyesen? Hát személyesen nem ismerem, de képzeljétek el, hát természetesen ismerem, ha valaki nem tudja, kiről van szó, a Nightwish nevű nagyon-nagyon híres pop zenekar, amiben ilyen opera metált énekel ez a hölgy, illetve hát most már úgy tudom, hogy nincs benne a zenekarba, tehát hogy kivált a zenekarból, de nagyon-nagyon sokáig a zenekarnak volt az a fő szupersztárja, a fő énekesnője,
és én is azt hiszem, hogy egyszer énekeltem tőlük egy dalt, de nem ez a lényeg, hát természetesen tudtam, mivel szakmabeli, tudtam, hogy kiről van szó, de 2011-ben, úristen, az már 10 éve, amikor Don Carlos turnén voltunk Finnországban, ez egy nagyon nagy fesztivál, Savonlinnába, és én az Erzsébet királynét énekeltem a Magyar Állami Operaház turnéjában. Hát egy azon színpadon énekeltünk, képzeljétek el, csak kettő nap különbséggel, ugyanis kettő nappal előtte Tarja Turunen és a Nightwish adott koncertet ebben a óriási barlang színházban, amiben azt hiszem, hogy 5 vagy 6 ezer néző fér be, és mindig telt ház volt, és kettő nappal később pedig Cserna Ildikó, mint Erzsébet királyné, mint Elizabetta Königin, Rex Elizabetta. Léptem a színpadra, úgyhogy ezt elmondhatom, hogy Tarja Turunennel én egy színpadon álltam. Nem egy időben, de egy színpadon és egy helyszínen. Úgyhogy ennyi a kérdésre a válasz. Egy másik kérdés, hogy hiszek-e az asztrológiában, ezt nagyon hamar le tudom zavarni, nem, és nem is szoktam egyáltalán horoszkópokat olvasni. Én rák vagyok, az biztos, hogy a ráknak az összes jegye az passzol rám, de hogy én napi szinten nézegessem a horoszkópot, és hogy mi az erőjeljelzés, és hogy mi volt a csillagállás, amikor megszülettem, és melyik horoszkóppal, melyik csillagjeggyel vagyok ilyen párba, és nem tudom micsoda, na jó, hát ez engem egyáltalán nem érdekel, és nem is mozgat meg. Úgyhogy ez a kérdésre a válasz. Egy másik kérdés, hogy élnél-e másik országban? Én már éltem közel 6 évet Bécs mellett, de gyakorlatilag mindig Bécsben voltunk, tehát én Ausztriában éltem, nekem a második férjem az osztrák, és én kín éltem, utána mentem, és éltem az osztrák nagyasszonyoknak az életét, és igazából ott nem élnék még egyszer, mert nem akarok most az osztrákokra semmi rosszat mondani, csak annyit, hogy a magyar mentalitás az teljesen más, úgyhogy ha igazából nagyon országot kellene választanom, hogy hova mennék szívesen, esetleg megpróbálnék ott élni, akkor őszintén megmondom, valami északi helyre költöznék, akár ilyen Norvégia, a Finnország nekem nagyon-nagyon tetszett, nagyon magas volt amúgy is ott a kultúra, mindenféleképpen azért olyan helyet választanék, ahol én tudnám a művészetemet folytatni, tehát semmiféleképpen sem egy ilyen háziasszonyi, vagy ilyen nyugdíjas életmódot választanék, tehát ahol mondjuk lehetne oktatni, ahol van igény az oktatásra, az énekoktatásra, a zenére, úgyhogy mivel ezeken a helyeken én énekeltem is, tehát valamilyen ilyen Belgium, Norvégia, Finnország, tehát ezek az északi helyek engem vonzanak, illetve Izland. Izlandon még nem voltam, úgyhogy tetszik a klíma, tetszik az ország, amiket eddig belőle láttam. Először megnézném, aztán lehet, hogy ki tudja. De hogy ilyen életvitelszerűen élni, hát az inkább azért mégiscsak azt mondom, hogy valami déli ország lenne, mert ugye a habitusomból adódóan, először is én nagyon jól beszélek nyelveket, olaszul is nagyon jól beszélek, úgyhogy akár valahol ilyen Milánó, vagy Róma, tehát valami olasz kis ország, valamint olasz országnak egy kis városában, akár, nincs, semmi sincs kizárva. A Vivien Szabónak a szemceruzája, azért elmondanám, hogy a 04-es, mert egyébként tényleg annyira gyönyörű színe van, hogyha esetleg akarjátok venni, vagy megnézni, tehát ez a 04-es kék ceruza. Nem szoktam egyébként mostanában pigmentet fölrakni,
De ehhez a narancsos, korallos színhez szerintem az Inglotnak ez a ugyanilyen picit pezsgős, korallos színű pigmentje szerintem nagyon jó lesz, úgyhogy ide a belső szemzugba fogom fölvinni, de mondom a kérdést. Szóval a kérdés, hogyha bármit megtehetnék, különben ilyen szép, ha bármit megtehetnék, vagy megvehetnék, akkor mi lenne az? Hát képzeljétek el, hogy én ahol fölnőttem Budán, egy gyakorlatilag műemlékvédelem alatt álló ház, rá tudtok keresni Kozma Imre, talán vagy Kozma Lajos, most ezt nem tudom pontosan, de biztos, hogy Kozma tervezte az 1910-valahányas világkiállításra a mi házunkat, és aztán mi 92-ben eladtuk ezt a házat, akkor költöztünk el a második kerületből, ez a Kavics utca 8/D, rá tudtok keresni a Wikipédián is a Kozma házaknak a gyűjtő listájában benne van, tehát mi eladtuk akkor ezt a házat, és a 13. kerületbe átköltöztünk a Szent István Parkhoz, és aztán, aki megvette ezt a házat, mindenféle engedélyekkel még ráhúzott egy emeletet, meg a nagyapámnak a veteményeséből egy mélygarázst csinált, szóval elég nagy szívfájdalmom volt, én nekem ez az érettségi évében volt, és képzétek el, hogy nekem ez a vágyam, soha nem fog szerintem ez megvalósulni, nem is biztos, hogy minden vágynak teljesülnie kell, de hogy én ezt a házat úgy, ahogy van, már ezzel a plusz emelettel, én ezt így visszaszerezném. Hát horror összeg, amikor eladtuk, akkor is nagyon-nagyon sokat ért, hát azóta eltelt 25 év, vagy 20 év, vagy nem tudom, szóval gondoljátok meg, ahol fölnőttél, nem? Tehát ez egy ilyen nosztalgia, és de lehet, hogy annyi is elég lenne, hogy újra bemenjek ebbe a házba, és újra átjárjam azokat a helyeket, ahol felnőttem. Persze, nem úgy néz már ki, de engem ez úgy érdekelne, és egy ilyen titkos vágyam, hogy akár meg is vásárolnám a házat, és újra élnék benne, és ott élném le a hátra lévő életemet. Közben nézzétek meg, hogy ez a pigment, hogy földobta ezt a sminket, még ráteszek egy kis szemspirált, mert azért ráhullott a pilláimra ebből a csillámból, és megyünk tovább. Szóval a kérdés, hogy például az egyik, hogy hol lehet engem meghallgatni, mindig ki szoktam rakni a Facebook operaénekes oldalamra, van egy ilyen szakmai oldalam, hogy mikor van fellépés, vagy mikor adják le a rádióba a felvételeimet, majdnem minden hónapban megy valami felvétel. Ami biztos, hogy a Zeneakadémián lesz egy nagy koncert, október 2-án is ott fogok énekelni, tehát az biztos, hogy ez egy nagy koncert lesz. Ami aztán még van, azokat mondom, ki szoktam írni a honlapomra. Egy ilyen megjegyzés, hogy sugárzik belőlem az önazonosság, és hogy ezt hogy csinálom. Hát igazság szerint soha nem majmoltam senkit, soha nem akartam senkit se utánozni, soha nem mentem a tömeg után, soha nem követtem valami stílust, én mindig egy egyéniség voltam, valamikor ez eléggé extrém volt, voltak ilyen extrémebb korszakaim. Ez belőlem jön, én ilyen vagyok, ez személyiség függő, úgyhogy erre igazából nem is tudok válaszolni. Nem tudom, hogy milyen lenne, ha nem ilyen lennék. És igazából már csak egy utolsó kérdéscsoport van, egyébként Alma papi tette föl, akivel nagyon jóba lettünk, úgyhogy arra gondoltam, hogy én most felrakom a rúst, és azt már tulajdonképpen egy ilyen sminkelés, post-sminkelés utáni állapot fogom megválaszolni. Én most a koronát ebben a sziszli rúzzsal fogom
rátenni, tehát ebben fogom befejezni a sminket. Ez egyébként a 12-es számú rúzs, úgyhogy ezt most én fölteszem, és utána jön a kérdés és a válaszok. Nos, hogy indult ez az egész YouTube-ozás? És hát, hogy nagyon tetszik ez a lelkesedés, és hogy indult ez az egész YouTube-ozás? Hát figyeljetek, ez az egész YouTube-ozás, ez úgy indult, most egy kicsit így hátrább helyezkedek, meg igazából most már ki is vettem a hajamból ezt a pántot. Szóval nyilván úgy indult ez az egész, hogy kellett egy YouTube csatorna, hogy feltöltsem az énekesi videókat. Mert voltak föl mindenféle csatornákon videóim, de azokat nem én admin álltam, vagy hogy mondjam, szóval nem én koordináltam őket, nem én nevem alatt futottak, és szerettem volna egy olyat, hogy csak a saját nevem alatt futó énekes videók, és így alakult tulajdonképpen szerintem ez a Puppy Channel, mert először Puppy Channel volt, 2009-ben, és aztán lett egy hobbim, amit szerintem nem tudtok, de hogyha benyomjátok a keresési időpontokat, tehát átállítjátok a legrégebbi videókra, hogy visszafele dobja ki nektek az én csatornámnak a videóit, akkor fogtok találni olyan videókat, ahol én mindenféle ilyen kisfilmeket csináltam, animációs kisfilmeket, videoklippeket, tehát lett egy ilyen hobbim, hogy ilyen videószerkesztés. Tehát a Windows Movie Maker programmal én nagyon-nagyon kis komoly klippeket gyártottam, volt, hogy csak egy dalra mindenféle képeket összemontíroztam, vagy volt olyan, hogy animációs klippeket, gifeket raktam össze, egész sztorikat. Úgyhogy ez egy ilyen hobbim lett, úgyhogy arra gondoltam, hogy le kéne választani az énekesi dolgokat ezekről, hogy ne keveredjen, és akkor aztán lett a The Dramatic Soprano, az a Cserna Ildikó énekes videói, az egy külön YouTube csatorna, és megmaradt ez, ami mondom először egy ilyen hobbi videó gyártó szórakozás lett, és ide töltöttem fel ezeket a videókat, aztán ugye lett a macskám, először a Cilú, aztán ugye a Dolly, akkor kezdtem róluk állandóan videókat csinálni, akkor Ciluka fagyizik, akkor Ciluka fára mászik, akkor Ciluka nem tudom ezt csinálja, tehát egyre többen jöttek ilyen macska kedvelők, és akkor láttam, hogy már ilyen 200-300-an vannak a csatornán, és jöttek ezek a cat lover-ök, és akkor toltam föl macskás videókat. Aztán azt hiszem, hogy egy olyan 3 évvel ezelőtt talán a Feri mondta, hogy csináljunk egy vlogot, hogy elmegyünk a nem tudom milyen zsörfesztiválra, és akkor talán van egy ilyen próba videó, hogy vlogolok, hogy kimentünk a sörfesztiválra, és akkor hogy ott mi volt, és milyen zenekar, és szerintem megnézték ilyen 160-an, tehát ne gondoljátok, hogy én így berobbantam a YouTube-ra, de amikor ezt az egész beauty-t kitaláltam, akkor abban teljesen biztos vagyok, hogy már olyan 850 vagy 880 követőm volt, akik mondom, ezekre voltak rágyógyulva, hogy a macskák, hogy ezek az animációs videók, hogy néha elmentünk rockkoncertre, akkor azokat felvettem és föltöltöttem, és az, hogy most 2600-an vagyunk ezen a csatornán, az a plusz 1200, vagy nem tudom hány ember, akik, vagy 1500 ember, vagy most nem tudok számolni, tehát most akkor adjunk 800-hoz, 1000-et az 1800, meg mondjuk még ez az 2800, de mondjuk 1800 ember jött, akik tényleg csak és kizárólag a beauty miatt. Tehát ez a 2600 ember, aki most a csatornán van, abból azért vonjuk le ezt a 800-at, akik a kezdetektől fogva itt voltak a csatornán,
mert azok nem a beauty témára érdeklődtek, és lehet, hogy azóta nem is nézik, tehát hogyha nagyon kiugró nézettségem van, az ilyen 3-4 ezer, azok nyilván a sminket kultiválják, és azok lehet, hogy van közöttük olyan, aki szereti az állatokat, de a beauty csatorna iránt érdeklődnek. Úgyhogy ennyi a történet, hogy ez az egész így indult, aztán ugye elkezdtem így sminkelgetni, tök béna voltam, nagyon rosszak voltak a fények, akkor nem volt ez a körlámpa, akkor állandóan az volt, hogy nem tudtam, hogy hova üljek, hogy állítsam be, honnan jöjjön valami fény, ne legyen sárga a fejem, árnyékba van, akkor nem sminkeltem szépen, elkezdtem követni mindenféle profi sminkes csatornákat, legfőképpen külföldieket. A magyarok közül a Karin Dragosnak, akit nagyon szeretek, a csatornáját néztem, akitől elég sok ilyen sminktippet ellestem, a külföldiek közül a Tati csatornáját néztem, de most nem akarok neveket mondani, mert lényegtelen. Az a lényeg, hogy én nagyon sokat néztem ilyen smink tutoriálokat, és elkezdtem próbálgatni, és elkezdtem én is így magamra kipróbálgatni ezeket a smink technikákat, és aztán szépen lassan, mint egy ilyen rózsa kinyílt ez a csatorna, és így lett belőle Ildikó Beauty, aki most is nektek egy ilyen csodaszép sminket kreált, miközben a ti kérdéseitekre adott választ. És egy utolsó kérdés ugyanehhez kapcsolódóan, hogy ha vannak mélypontok, akkor hogy kezelem? Hát úgy kezelem, hogy max. Egy napig van egy mélypont, aztán megrázom magamat, és amit az előbb is már mondtam, hogy valami hihetetlen ős erő van bennem, ez így kitör, mint egy vulkán, és a láva az gyakorlatilag a negatív dolgokat abszolút fölégeti, és ezeket elsöpri az útból, és marad a fényesség, és jön Ildikó Beauty megint egy új videóval, és ennyi. Úgyhogy remélem, hogy ebből a videóból is átjött ez a pozitív gondolkodás. Én nagyon-nagyon remélem, és nagyon remélem, hogy tudtam nektek érdekes kérdésekre, hát ezt ti kérdeztétek, de érdekes válaszokat is adni. Abszolút őszinte voltam, semmi sumák, semmi kamu nem volt benne, de hogy teljes legyen az Ildikó Beauty videóknak tehát a kép, ugye, hogy szoktam én a videókat meg szerkeszteni, mi szokott a végén lenni, hogy most kimegyünk a természetes fénybe, és megnézzük, hogy mit sikerült alkotnunk. Hát köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, végül is hát két részletbe ment ki. Remélem, hogy tanulságos volt, írjátok meg kommentbe, hogy mi volt róla a véleményetek. Sziasztok!